Az első Orbán kormány kérte, hogy Zaid Naffa legyen Jordánia tiszteletbeli konzulja, de már abban az időben is elbukott a magyar állampolgársághoz szükséges nemzetbiztonsági átvilágításon. Ez Demeter Márta tudta meg egy az üggyel kapcsolatos iratbetekintésen. Szijjártó Péter szerint nincs beleszólásuk abban, hogy egy ország kit küld tiszteletbeli konzulnak. Vigyék a jó hírünket, legyenek kedvesek és hozzanak újabb és újabb befektetőket Magyarországnak. Az Orbán Viktor mellett álló Zaid Naffa teljesítette a miniszterelnök kérését. Jordánia tiszteletbeli konzulja volt az, aki jelezte a külügynek, hogy egy fontos befektető, Gaid Faraon szeretne az országba jönni, majd az ő díszvacsoráján találkozott a kormányfő és az FBI által körözött szaúdi milliárdos. Zaid Naffa többször is szeretett volna magyar állampolgárságot, ám ezt rendre elutasították. Nem először igényelt állampolgárságot 2016-ban, hanem ezt már 2000-ben megtette, akkor szintúgy nemzetbiztonsági kockázat megállapítása miatt nem kapta meg az állampolgárságot. Ezt az LMP politikusa egy iratbetekintésen tudta meg. Demeter Márta úgy fogalmazott, az Orbán kormány eladta Magyarország biztonságát. A dokumentumokból szerinte az is kiderült, hogy 1999-ben az Orbán kabinet kifejezett kéréssel fordult Jordániához. Hogy az első Orbán kormány volt az, amely kezdeményezte a Jordániánál, és javaslatot tett Zaid Naffa személyére Jordániánál, hogy őt kérjék tiszteletbeli konzulnak. Úgy kezdődik a jordánok levele, hogy van szerencsénk tájékoztatni arról, most szeretném lerántani a leplet egy nagyon fontos titokról, minden diplomáciai küldemény így kezdődik, hogy van szerencsénk tájékoztatni arról, hogy tehát ebből semmi nem következik. Csak Szijjártó Péter szerint az, hogy egy ország kit küld nagykövetnek vagy tiszteletbeli konzulnak, az az adott ország döntése. A déli nyitás kudarcát ugye semmi sem bizonyítja jobban. Közben a külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatáson vett részt a parlament külügyi bizottságában. Bezárnak 14, több mint egy tucat kereskedőházi kirendeltséget, Brazília, Chile, Ecuador, Peru. Nem tudom, mit vártok azoktól, hogy itt mekkora eredményt fognak elérni. Ami lehetőség volt, azt ki tudtuk hozni, abból az adott országból több lehetőség, vagy az érdeklődés, vagy az együttműködési készség hiányában nincs. Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy az helyes döntés. Szijjártó Péter a beszámolójában elmondta, exportrekordot dönthet Magyarország, mert akár a 100 milliárd eurót is elérheti a kivitel.